Kedves nézőink! Kompország című műsorunk stábja még két hétig szabadságon van. Addig is tekintsék meg válogatásunkat vendégeink legjobb megszólalásaiból. Ezúttal írókat, újságírókat hallgathatunk arról, mit gondolnak a nyilvánosság hazai helyzetéről, a sajtószabadságról, a politikai befolyás erejéről. Vendégünk volt Vámos Miklós, Gundel Takács Gábor, Jakub Csak Gabriella, Stumpf András, Betlen János, és munkatársunk Dévényi István. Nem ismerős ez a ház, ahol most vagyunk? Valahonnan? Egyszer szállítottam ide valaki, de nem esküszöm meg, hogy ebbe a házba laktak. De szállítottam a Trabantommal egyszer egy fiatalembert a igen. feleségével, igen. aki akkor várandós volt. Igen. De az, ebben a házban volt? Már arra már nem igen, nem igen, igen, ebben a házban volt. Ezt mi is, mikor a szerkesztőség ide költözött, akkor ezt mi megtudtuk, hogy ez egy 1990 környékén volt. Azt hiszem, hogy talán pont volt. Igen, tehát a, a, rendszerváltás környékén, és Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnökről van szó, és ez onnan jutott eszembe, hogy hallgattam egy beszélgetést veled a 24 pont még egy pár évvel ezelőtt a rendszer, az is a rendszerváltásról szólt, hogy akkor 30 éves volt, és ott az Orbán Viktorral való kapcsolatról volt szó, és ott említetted meg ezt a, ezt a történetet. És e, innen az jutott eszembe, hogy, hogy ott arról, arról volt szó, hogy, hogy, hogy rá is kérdeznék akkor, hogy, hogy hogy látod ma ezt már, mint az Orbán Viktorral kapcsolatot, mert azt mondtad, hogy te úgy érzed, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen kedveltéged, ahogy egyébként Horn -Gyula is mindig kedvelt, Viszont azért, ha azt látjuk, hogy ami történt, akár a te pályafutásoddal, az ő kormányok idején, azok inkább azért negatív dolgok. Tehát, a, ha most Orbán mit adunk, akkor 2010 után azért. Valamennyire mindig ez volt. Egy idő után bármelyik kormány volt, előbb-utóbb előbb bajba kerültem így egy picit. Picit. Elvették a műsorolata, vagy mit tudom. Minden kormánynál volt ilyen. Emlékszem, hogy amikor levettek a reggeli műsorból, akkor azt mondta az egyik kolléganő, tehát te olyan vagy, mint aki ül a kocsmába, és amikor megjön az új társaság, amely szedi a védelmi pénzt, ugye az úgy kezdi, hogy először jó, jó nagy balhét csinál a kocsmába, összetöri a berendezést, megver egy pár kuncsaftot, és akkor majd ezek után fizetni fognak neki, hogy ezt ne ismétlődjék, és ezt te veled csinálják meg, tőle tűzbék, és amelyik jön, egy idő után jó megvertéke. De most tehát én azt gondolom, hogy ez pártfüggetlen volt. És úgy emlékszem, hogy ugye volt egy érdekes interjú, erről is egyébként pont ebben a műsorban beszéltél, hogy az is talán 2011-ben volt, amikor, amikor, Orbán Viktor viszont kifejezetten azt kérte, hogy, hogy te menj oda hozzá, és legyen egy, egy, készíts fel egy interjút. Hát semmi, de azt mondta nekem akkor, hogy az interjú előtt akkor behívtak a szobájába, a dolgozó szobájába, tehát hogy csak úgy egy-két perc. És akkor azt mondta nekem, hogy hát hallja, hogy én velem milyen rosszul bánnak ott a televízióban, hogy van, hogy milyen, milyen sanyarú sorsom van a televízióban, és neki ez nagyon nem tetszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazat mondott, hogy nem tudott erről semmit. De hát ez sem, nem sokat segített rajtam, hogy csináltam egy interjút, őrült rossz interjú volt, nem kellett volna. És ő nem is akart iratkozni. Tulajdonképpen nem akart semmit mondani, az volt a fő probléma. Én meg azt hittem, hogy akar. De hogy Hol... ez valami gesztust akar gyakorolni? Gesztust akar gyakorolni, hogy igen, kifejezetten egy gesztust akar gyakorolni. Mert egyébként nem volt mondani való, és ezért is rossz volt. Mindegy, a miniszterelnökkel nem lehet jó interjút csinálni, mert... Ez senkivel? Tehát senkivel. Ugyanis őnek tényleg titkaik vannak és én is tudom, hogy vannak, és már nem őszinte ilyenkor egy beszélgetés. Igen, de hát az nem érdekes mondjuk a, a, a néző számára, hogyha az, ha, ha, nem is mondja el azokat a titkokat, de azért kiderül, hogy, 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 hogy mi az, amikor e, tehát jó kérdésekkel ki lehet ugrasztani, úgymond a nyulat a bokorból, tehát hogy ja, látszik, ját, hogy... Csináltam én ilyet, olyan kellemetlen volt mindegyik. Csinált szegény Antal Józseffel, Borossal is, Maros Péterrel, uh -huh. utána Horn Gyulával. Nem voltak ezek jó ízi dolgok. Ha Föltettem a nézéket, ezeket a szúros kérdéseket, akkor azért nem. Tehát nem, nem kell miniszterelnök, nem kell. És mi az, amiben mondjuk a 90 utáni, meg a 2010 utáni rendszer így újságíró szemmel leginkább eltér attól, ami 90 előtt volt Magyarországon, hogy akkor ja, te az a, a rádióban dolgoztál. Én a külföldi adásoknál Igen. volt egy kis álláskám, nem akartam a magyar közönség előtt dolgozni, mert nem lehetett igazat mondani a legfontosabb dolgokról. Igen. És akkor ott megalapultam, és de hát azért beleláttam a rendszerbe. Igen. Tehát ezt nem lehet összehasonlítani. Hát most ugye ti működtök, én nem azt mondom, hogy könnyülegtek, egyáltalán óriási dolog, hogy föl tudtok maradni egy, egy nyomtatott lappal, papíron, papír, papírt el tudjátok adni, maga a papír is drága. Ugye, igen. A, tehát ez, ez egy óriási teljesítmény, le a kalappa. Tudom, hogy nem könnyű, meg hirdetés, stb, stb. stb. szóval, nem, sima ügy, de... Tehát nem azt mondom, hogy egyenlő esélyek vannak, egyáltalán nem ezt mondom, de szabadság az van. Tehát... Igen, leírhatjuk, elmondhatjuk, kinyomtatják. Akárki, Most akár, már van internet is. Hát olyanokat írhatnak az interneten, hogy még... Akkor ugye az itt olyan vélemények is voltak, és, és, és megint csak erre a pontos pontos beszélgetése után, amikor azt mondtál, hogy, a, hogy az újságíróknak nagy arca volt e, akkor, hogy mire, mire gondolsz itt pontosan, tehát hogy e, ez milyen értelemben nyilvánult meg? A politikával szemben, hogy a, az újságírók diktálják itt a politikának? Hát azt a nem, hogy diktálják, azt nem gondoltam, de hogy a politikusok, szinte keresték az újságírók barátságát, vagy nem, ez túlzás, de hogy az újságírók abban a helyzetben voltak, hogy meghívhatták őket, és őket még nem ismerte a világ annyira. Tehát valami hatalom volt az újságírók kezében, így, így értettem egyszerűen, is nagyon nagy arcuk volt. Azt gondolták, hogy ők csinálják itten a, a rendszerváltást, vagy valami hasonló. Én is úgy éreztem mellesleg, bocsánat. Én, én különbözőnek éreztem magam a többiektől, mert ugye én azelőtt nem szerepeltem. Igen. Tehát én úgy éreztem, én, én, én úgy éreztem én idegennek is éreztem magam, ugye egy imposztornak, hogy, mit, mit, hogy én egy más ember vagyok, mint a többiek, így éreztem. De én nekem is adott a benyomás, hogy ezt én csinálom. Tehát én mondok először olyan dolgokat, amiket még nem mondtak, vagy olyan szavakat használok, amiket nem, amiket nem szoktak, pedig nem én csináltam, én csak, csak megnyílt ez a lehetőség. Igen. Egyébként ugye akkor terjedt el ez, a, hogy a sajtó a negyedik hatalmi ág. Ezt én soha nem szerettem, ezt a, mert én nem is gondoltam, hogy ez a feladata, de mint hogyha egyébként egy ellenkező irányú folyamat zajlott volna le addig. és Igen, én... a po politika igyekezett ezt a sajtót az uralma alá vonni. Ez már a és de ki is mondhatjuk, hogy az elég, összességében elég, sikerült is elég, neki. Na, ebben mindenképpen azt mondom, hogy sikeres volt a politika. De ez hogy történhetett meg? Tehát, hogy, hogy, hogy ez a. Te most ugye miért hagytuk, hogy így legyen kérdés? Tehát, hogyha van olyan sok nagyarcú újságíró, akkor ezek, a, ezek a, ez az újságírók előbb-utóbb mégiscsak tisztelet nyilván a kivételnek, valamennyire behódoltak. Vagy ennek az oldalnak, vagy annak az oldalnak. Hát az, hogy nagyarcúk volt, az nem azt jelenti, hogy nem volt a kliensei valamelyik De. oldalnak. Tehát az kezdettől így volt. Tehát. Igen. Hogy volt, aki a Porsgai mögé állt be, még, még a rendszerváltás előtti hónapokban, vagy közben. Volt, aki az MDF-hez állt be, nagy arcuk volt, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, mennyire függetlenek voltak, vagy nem, nem. Igyekeztek tolni valakinek a szekerét, a legtöbb ember. Én meg nem. Bocs. Én azon igyekeztem, hogy a saját elfogultságaimat igyekezem visszaszorítani. És az, és az Antal József ezt méltányolta, mert ő tudta, hogy mik az én, ismertük egymást, hogy tudta, mik az én elfogultságaim, és észrevette, tehát nekem Hanki elemér mondta ezt, hogy az Antal azt mondta, hogy én vagyok az, bocsánatot kérek, azt mondta Hanki elemér nekem, hogy én vagyok az egyetlen, aki korrekt a magyar televízióban ezt mond, ez nem biztos, hogy ő ezt jól látta. De nekem nagyon-nagyon jól esett ez, mert én tényleg ezen igyekeztem. És hogy ezt ő hát, és ez, és meg ez, egy nagyon feszült időszak volt. Nem tudom, hogy megvalósult az a sörözés volna Gáborral, amire tulajdonképpen ő invitált téged, az a emlékezetes beszélgetés még a Napkertében. Hú, a napkeltés minden külön történet lenne, de ugye csak, hogy fődézzük, ha esetleg valaki erre pontosan nem emlékezne, hogy, hogy volt az a, hát tulajdonképpen elég méltatlan kijelentése a, a vona Gábornak, hogy ez még 2009-ben volt, tehát a, az az, a, az az időszak volt, amikor a, a Jobbiknak ugye ez a nagy áttörése volt az európai parlamenti választások idején, de ugye ez még, hát finoman szóval, még nem a néppártosodó jobbik korszaka volt. És akkor te bizonyos kérdéseket ott firtattál, hogy a Én Jobbiknak... Én egy kérdést, hogy. Ugye, hogy a Rudolf Hessről volt szó egyébként, hogy a. E, most megnéztem, igen? tehát hogy, hogy. Tehát volt a náci... Igen, e igen. És hogy miért, miért kell állandóan nem, ezzel... Nem, azt kérdeztem, hogy mit tanácsol igen, a híveimnek, hogy csatlakozzanak ezekhez a rendezvényekhez, Igen. amit német nácik csináltak Budapesten, vagy nem. Erre azt mondta nekem, hogy ha ennyire érdekli a holokauszt, akkor menjen Izraelbe. Most én a holokausztról mondtam neki, egy szót nem szóltam a holokausztról. A mácikkal másba is van. De én történetesen nem erről beszéltem. De miért nem a programunkról kérdeztem? Erre mondta neki, hogy most kérdeztük, arról, hogy mi a különbség a csendőrség és a rendőrség között, mi, miután a programi központi eleme az, hogy legyen csendőrség. Kiderült, hogy nem tudja. Mit kérdezem a hát Az mint a megye, meg a vármegye között körülbelül. Hát nem, igen. a csendőrség az a... Az a, mint, hogy az ő a, a vezérkar, igen, A hmm. tartozik, és bent nem, rendőrség nem. a csendőrség. Ez a különbség. De ő nem tudta ezt, akkor még mit akar Igen. a csendőrsége, bocsik, miért kell a programjáról. Na jó, és elég, elég az az igazság. most csak ő azt is mondta, hogy, hogy ilyen kérdéseket, hogy talán a második világháborút, vagy Tisza Eszlár, vagy ez, hogy ő, 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 műsoron kívül mondjuk sör mellett szívesen megvitatná. Azt is Te mondta, ezt, erre hogy nem ez, nem ezek szerint ez nem valósult meg az Nem, de, de igazából azt történt, hogy voltam egyszer Pécset, és ott véletlenül a helyi tévébe behívtak engem, tudták, hogy ott vagyok, hogy akkor beszélgessünk. Városi tévébe és rákérdeztek erre, és mondtam, hogy ez nem volt egy jó sikerült dolog. Rossz kérdés volt, mert ebből végül is az jött ki, hogy ő támogatja a nácikat, csak nem akarja megmondani. Hmm. Ezt a következtetést szűrte le a néző szerintem, és ez nem volt igaz, én nem gondolom róla azt, hogy a nácikat támogatja. Akkor sem gondoltam. Igen. Igen. Úgyhogy én ebben hibás vagyok, tehát én nem tudom. Na és akkor ezt nyilván közölték vele, mert feltűnő volt, hogy milyen kedves hozzám utána, nem beszéltünk erről így, de kezet fogtunk és barátságosan beszélgettünk attól kezdve. És egyszer volt olyan, hogy találkoztam vele, Ja éppen a magyar nemzet, mikor a magyar nemzet a géjnap után rendezett egy valamilyen vitát, és akkor ott ő vitatkozott, már nem emlékszem, hogy kivel, talán Siffer Andrással, de nem vagyok ebben biztos. És talán én vezettem azt a beszélgetést. És te, vezetted, és a szülebe elmentem. Igen. És akkor ő meg ott volt a, hát nem színpadon, hanem a, ott a, beszélgetés helyen, és kérdezte tőlem, hogy opa, álljak meg, és hogy tetszik az ő politikai változásuk. Mert akkor már nem voltak rasszisták, hát egy rossz szót nem szóltak a cigányokról, se senkiről, bantunégerekről se. És mondom, hogy nekem nagyon tetszik, de nem én vagyok a törzs közönség, az akkor mi lesz? A Kompország mai vendége Jakub Csák Gabriella, újságíró műsorvezető. A, ugye ott a változás, ugye a rendszerváltás, és a sokat említett Hank is elemért, aki az első elnök volt ezután, tehát a rendszerváltás kor 1990-től. Nem tudom egyébként, hogy a, a blokáci műfilmet azt láttam. Nem akarom megnézni. Értem, mert nem akarom megnézni. Azt gondolom, hogy jogos is, hiszen nem, nem, nem akarom megnézni. Én láttam és nem. azt kell, hogy mondjam, hogy a elemérrel bánt ez a film a legcsúnyábban, tehát nem, nem, nem a Göncz Árpád ez. hanem a, hanem a Ö, Ne Fáj nekem ez, tehát minden, ami a kultúrának bármely értékét vagy személyét bántja, az, tehát, na, én nem, nem tudom elfogadni, hogy, hogy az érték jobb vagy baloldali. És hogy azt mondod, hogy a hangkiselemér mint egy kinyitotta a televíziót, Beklen János is volt itt, ő volt az első vendége ennek a, a műsornak, a Kompországnak, és ő arról beszélt, hogy ő nagyon nagyra becsüli hangkis elemért, de úgy érzi, hogy igazán nem volt ő alkalmas TV elnöknek. Nyilván most, ki hát a, mai, a mai viszonyokat... így van, nagyon jó. A, mai szem, a, mai mai szemlélet szerint tényleg nem volt alkalmas. De amire ő odajött, ha, ha, ha én most csak annyit teszek, hogy itt ülök, és azt mondom, hogy kinyitotta a beposhat ajtót, és beengedte a nyugati szelet, akkor, akkor minden onnan nőtt ki. Igen, a mai szemlélet szerint ma egészen más típusú vezetői vannak a médiáknak, és azt már ne is hasonlítsuk mondjuk az ezelőtt 10-15 évvel ezelőtti mert már ahhoz képest is teljesen más menedzser szemléletű emberek vannak ott, akiknek Hát fájóan mondom, semmi közük a kultúrához. Mondjuk a politikusoknál szoktam ezt látni, hogy hogy ők szerepelnek, vagy szívesen szerepeltetik a családjukat, gyermeküket, és nyilvánosan, de ha esetleg valami kellemetlen összefüggésbe kerül erre, akkor pedig felháborodnak, hogy a magánélet az. Szívesen az... szerepeltetik választások idején maradjunk ennyire jó, tehát azért tegyél hozzá egy, egy, egy fél mondatot. Ez egy nagy kérdés, hogy egy társadalomban abban kell-e, hogy egy politikus, aki egyébként engem képvisel, az, az adjon is magából. Szerintem kéne. Ez hát azok az a információk, világ... hogy mondjuk a családi állapot, amilyen meg hogy vannak-e gyerekei, azt gondolom, kéne. Hogy, Szerintem hogy nem kéne. egy titkos adat. Sőt, sőt emberközelibbé közel válna, válna, ha ezt jól csinálná és szeretettel csinálná. Az nem akar szerepelni, aki valamiért valamit nem akar megmutatni, nem tudom, vagy akit ez frusztrál. Ez egy, hogy mondjam, ez egy adok-kapok, egymást szolgáljuk ki ebben a dologban. Nem? Hát igen, igen. igen. Tehát ez, ez, oda-vissza igaznak kell lennie. Nem fogok a bulváron most már lovagolni, meg én is értem, hogy ez a probléma, amiről beszélünk a kultúrával kapcsolatban, az, az, messze túlnő azon, hogy most a bulvár az milyen. De a kereskedelmi rádiózás, televíziózás az abban az értelemben mindenképpen okozott egy esést, hogy, hogy mondjuk pontosan az ilyen műveltségi Műsoroknak is, ügyes, bár vannak ugye jó példák, de hogyha azt nézzük, hogy honnan indultunk és folytattunk el, akkor azért ez egy inkább egy lefele tartó irány. De itt so, erre azt szokták mondani, hogy az, erre van igénye az embereknek, nyilván ezek sikeresek, de másik vélemény meg az, hogy hát, ezt az, a formálni is lehet, de és egy olyan hatalom van a média tulajdonosok kezében, akik tulajdonképpen azt is meg tudják tenni, hogy, hogy, hogy maguk teremtik meg az igényt erre. Egy száz százalékig hiszek abban, hogy, hogy egy közisztmélyzést formáló ö, ö, médium van a kezükben. Tehát itt, itt, hát hiszen a politika nem tenné rá a kezét, hanem az lenne. Nincs miről beszélni. Hát, hogyha ez egy jelentéktelen dolog Igen. lenne, akkor nem kellene akkor a harc érte. E, így aztán nincs miről beszélni. Igen, és azt fogja meghatározni a közizlést, amit adnak. Ha én, ha én egyre csökkentem a, az adrenalin szintet, akkor az igény a kíváncsiság valószínűleg alá fog hagyni. Ha én ezt fokozom, akkor, 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 érdeklődést keltek vele. Ha értékesebbet adok, nem azt mondom, hogy azonnal nagyot kell ugrani, de hát mint minden szokásnál, kicsi lépésekben szépen lehet emelni a szintet. Tehát az, hogy milyen jó ízléssel nyúlok egy témához, ez, ez, ez bizony vezetői kérdés. Volt ugye 2015 végén a, a köztelevízióban, azt létszám leépítés címén, címében, ez nem tudom milyen, milyen, milyen indokással. és én most hallgattam egy beszélgetést nemrég a Kadarkai Jennével, ahol azt mondtad, hogy te úgy eléggé sírós típus vagy, Igen. de hogy amikor ez történt, ami nagyon Igen. rosszul érintett, akkor sír, nem sírtál, vagy már sírni sem tudtál, hanem hanem egészen konkrétan belebetegedtél ebbe a, Igen. Ebbe a döntésbe. Hogy nyilván ő... legyengült addigra már a szervezetem, de... Mi volt, vagy bocsánat, közbeszóltam. Igazából csak erről, erről szeretném kérdezni, hogy ez, ez, ezt a hogy érted, meg részben válaszoltam is ezzel Te erre. erre. az emberrel valami nagyon, nagyon látványos igazságtalanság történik, ha, akkor nem, úgy mondom, ha velem valami nagyon látványos igazságtalanság történik, az nekem őrült erőt ad. Tehát akkor van az, hogy a kutya fáját. Tudod? Tehát van ez a fajta kiállás, és van az, amikor összeroppansz. De amikor nagyon tudod, hogy ez méltatlan, és te ebben nem vagy benne, és ez... De azért rá... Rög... ilyesmi korábban nem nagyon volt én a azt soha. a te pályában. Soha, 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 de még a közelébe sem. Igen. Tehát soha. Hallatlanul korrekt viszonyom van az összes munkahelyemmel, az összes vezetőmmel, és úgy jövök el, hogy, hogy készfogás a vége. Tehát, hogy ez, 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 mindig, mindig. Egyrészt azért, mert, mert jó időszakokat töltöttem el mindenhol, sikert, sikerre halmoztunk, vagy kudarcod együtt, és én itt egy sikerműsort vittem. Mm. 28 felvételi nappal egy hónapban, mert a Magyarország szeretleg is benne volt, 28 felvételi nappal. Tehát ha még egy valakit tudnak mondani, aki annyit dolgozott, akkor talán a Gundel után, aki még ennyit, ennyi napot dolgozott, és ekkora, hogy mondja, a műsort vitt, ott ez nem fordulhat elő. At nem fordulhat elő. Tehát Egy, hát, igen, kérdésedre a válasz hallatlan erőt adott a, az én további szakmai munkámhoz. Ez utólag mondhatnám, hogy köszönöm, de azért nem köszönöm, kihagytam volna. Azt a Egyébként ugye ez volt a hivatalos indoklás, valami olyan jelzés volt, semmi. semmi, semmi, semmi tehát nem semmi. Nem volt semmilyen kommunikáció. Tehát sem, nem volt semmilyen kommunikáció, tehát ez a most nem volt a volt igen, igen, igen. igen, semmi meg se szólítottak, be se mutatkoztak, tehát én, én tulajdonképpen papdánielnál nem találkoztam. Nem tudom, hogy érted Igen, el. Igen, tehát igen. soha. Igen, igen értem. Érted? Értem. Soha. Soha személyesen. Hm. Érted? De úgy, igen. hogy ott voltam a... Hát a televízió egyik artak, Sem érted. a felvételnél, igen. sem az elbocsájtásnál, sem a sikereknél, sem a munkában. Soha. Ha valaki az arcát és nevét adja műsorokhoz, és egy adott televíziós csatornán vagy rádióban, ez most teljesen mindegy. Euh akkor van-e valami felelőssége abban, vagy, vagy kell, hogy foglalkozzon azzal, hogy egyébként milyen környezetben van? Tehát, hogy mondjuk milyen hírblokkok Kéne. között történik ez, kik a tulajdonosok, milyen irányt képvisel az a csatorna, ezt, ezt, ezt meg lehet oldani, lehet ezért felelősséget vállalni? Nem, nem tudsz felelősséget vállalni, mert még azt se tudom, hogy milyen reklám fog előttem lemenni, vagy éppen mögöttem, és azt milyen felhanggal mondja föl a voice Egyébként otthon azon lehet gondolkozni, hogyha valamivel nagyon nem értesz egyet, amit a csatornádon, ami a csatornádon helyt kap, akkor mennyire bántasz téged, mennyire tudsz ettől függetlenedni. Én most már azt mondom, hogy ez nincs ma Magyarországon olyan platform, ahol te ezért felelősséget tudhatnál vállalni, még ha nagyon bele is akarnál állni. Tehát mire én ezt a, kimondom ezt a mondatot, más a tulajdonosi portfólió, tehát nagyon gyorsnak kell lenni, hogy vagy minden hónap, ki kell mondanod, mert nagyon hamar változnak a vezetők, és nem látod át a struktúrát, abban te nem vagy beavatva. Ja, hát, most meghezés, már a könyvkiadásnál is nagyjából ez a helyzet Magyarországon. Hát, így, és szerint. Úgy meg egyébként különösen nehéz ilyen dilemmákat megosztani, amit említettél a MTV-nél, tehát hogy a, ahol a legfőbb vezető, vagy a formális, vagy hát informálisan a legfőbb vezető, vagy gyakorlatilag nincsen kommunikáció. Igen. Nem lehet a az, az azért egy kérdés, hogy a, figyel, az, a, a, ott, ott mindenkinek el kell gondolkozni, hogy milyen értékek mentén akarja felvállalni a, azt, amit csinál. Ez egy fontos kérdés. Tehát én, és most csak az értékeknél maradjunk, tehát hogy politik, ne a politikánál, hanem hogy az az értékrend, amit a politika ott képvisel, az, az egyébként az ő értékrendjével egyezik -e. Vagy pedig valami olyasmit akarnak vele elcsináltatni, ami, amihez tényleg más szerepkörbe kell létezni. A Kompország mai vendége Vámos Miklós, József Attila díjas író, forgatókönyvíró, dramaturg, kiadóigazgató, műsorvezető. Nem kell félni a mesterséges intelligenciától, mert az tulajdonképpen egy hihetetlenül erős és fejlett számítógép, amit emberek hoznak létre, emberek irányítanak. Kicsit olyan ez, mint amikor a sziléziai takácsok összetörték a szövőgépeket, mert úgy érezték, hogy attól van az ő bajuk. De nem attól vagy, amikor a nagyon jól emlékszem erre, erről én csak olvastam, tehát ez bőven megszületésem előtt volt, hogy amikor a mozi elkezdett hivatásosan működni, ugye hogy működött, kávéházakba kivonultak egy ilyen géppel, és ott vetítettek. Igen. És akkor írtak a színházasok, a akkori polgármesternek, hogy tiltsák meg, hogy a mozisok egynél több előadást tartanak, mert mi színházasok csődbe megyünk. Aztán mi lett belőle? Nem, hogy nem ment csődbe a színház, hanem a mozi az egekbe repítette, mert a kezdetleges mozik azok arról szóltak, ugye, hogy színi előadást egy stúdióban fölvettek. Tehát még csak nem is egy külön, később vált külön mi a film. Aztán jött a televízió, akkor a filmesek hisztériáztak. Tehát mindig minden újtól szeret az emberiség félni. De én az az alkat vagyok, aki örömmel üdvözlöm, Például, amikor először kiderült, hogy én ezt használhatom, azt ugye nem tudtam, hogy az magyarul is tud, bár sejthettem volna, ha olyan intelligens. És akkor rögtön a számítógépbe oda mentem, és azt mondtam, szerbusz, ki vagy te? Azt mondta, én vagyok a mesterséges intelligencia. Mindez angolul zajlott. Igen. Nagyon örülök. Olvastad az apák könyvét? Mire azt felelte? Nem olvastam az apák könyvét. Mire én? Miért? Mire ő? Olvastam az apák könyvét. Egy izraeli szerző műve ez jött egy izraeli név, az írta, és utána jött az én apák könyve című regényemnek a tartalma. Akkor megnéztem, az tényleg van egy olyan izraeli szerző, tényleg írt családregényeket, de ezt nem. És úgy hívják, hogy az izraeli Folkner. Na most ilyen a mesterséges intelligencia, tehát kell a mi segítségünk. És ezáltal, hogy én így beszélgettem vele, megtudta, hogy az apák könyvét egy Vámos Miklós nevű magyar szerző írta. Tehát, ha valaki más rákérdez, már fogja tudni. Mi tanítjuk őt, minden egyes használó. És elég jól lehet vele játszani, tehát mindenkinek ajánlom. És akkor egyszer a fiam elhaladt az egyik ott a dolgozószobánál, amikor ezt csináltam, és aztán mivel foglalkozom? Mondom, játszom a mesterséges intelligenciával. Tudod, mi az? De ne viccelj, az osztálytársak ezzel írják az eszéket. Hogy tudják? Hát, hogy beírják, kérünk egy eszét Madács Imréről, és valamit kiad. De hát itt már ez már pontosan azt jelzi, hogy, hogy, ez nyilván egy olyan, olyan dolog, ami nem biztos, hogy jó. E, tehát oh, nyilván most hát biztos regényt ne írjon a mesterséges intelligencia. Próbálja tehát. meg. Ha tud, írjon. Vissza utasítani azt, ha arra célozgatnak egyesek, hogy hát, hogy ön az előző rendszerben, tehát a 90 előtti rendszerről beszélünk, tulajdonképpen egy ilyen, az, a rendszer úgymond a tenyerén hordozta, hogy ez, ez egyáltalán nem így volt. De most arra gondolok, hogy ugye van például a Palaszpósta című műve, ami ugye a 80-as évekből üzen a mának, hogy egyébként az akkori viszonyok és a mostani viszonyok között mennyire lehet párhuzamoságot vagy megfeleltetéseket találni? Én azért szoktam visszautasítani, mert én rendőrhatósági figyelmeztetést kaptam. Álljanak elő azok a kritikusaim, akiknek van egy ilyen. Ráadásul abban az állt, mint büntet, hogy az ön eszmélyi államellenesek. Ez le van gépelve, és pecsét hatóság aláírta. Igen, kizártak a kizből. Ez azért egy vicces adat, mert később kisdíjat kaptam. És különböző ellenfeleim szokták ezt emlegetni. Na, de hát kisdíjat díjat kapok. Csak hogy a kisdíjal az volt a helyzet, hogy volt egy, egy életkori határ. Most már nem emlékszem, hogy 30 vagy 35. És már mindenki megkapta, aki befért ebbe. És így én is sorra kerültem. De ekkor is ki voltam zárva a kizből. Ugye sose vettek vissza nem vettek fel a bölcsőszkarra a különböző politikai ügyek miatt. Ezeket a politikai ügyeket én csak úgy részben, tehát én ne, tulajdonképpen nem csátam semmit, csak egy gerilla együttes nem zenekarban írtam először ilyen elég gyönge a vietnámi háborút ellenző dalokat, később meg rátértem a magyar belpolitikára, és azt nem tűrte az akkori hatalom. Ráadásul jóban voltam egy Haraszti Miklós nevű emberrel, akinek az életpályája közismert, most már szinte nem is létezik, mint magyarországi tényező, de annak idején a, ennek a bizonyos szerveződő magyar ellenzéknek az egyik oszlopos tagja volt. És őket nagyon figyelték, kötősképpen engem is volt egy komoly dossziém a belügyben. Több barátomról derült ki, hogy rólam jelentett, már akkori barátomról. Na most ezek után ha valaki azt mondja, hogy én a rendszer kegyeltje. Voltam, az hülye. De ez nem baj, mindenki mondjon, amit akar. Az engaz az című viszonylag Igen. fontos regényemet a Magvető úgy dobta ki, hogy a, és kérdeztem, hogy nem javíthatnám ki? Nem, ezt nem lehet, ez politikailag elhibázott. Ugye ott az 56-os tematika. Hát 56-56, ami... na hát 6 éves voltam, 56-ban meg akartam írni. Na nem, nem hagyták. Tehát az, hogy én egy dédelgetett szerző voltam, az nem igaz, eltűrt szerző voltam. És nekem az teljesen megfelelt. Na most én úgy érzem, hogy ma is egy eltűrt szerző vagyok, mert a, azokon a helyeken, ahol eldöntik, hogy ki mit kap, pénzt, kitüntetést, kritikákat, mit tudom, azokon a helyeken én nem tartozom a karácsonyfán lógó legszebb díszek közé, de ez engem már egy csöppet se zavar. Régebben zavar, de most már úgy vagyok vele, hogy ebben a korban ez már egy erény. Tehát amim van, és amekkora sikereket elértem, azt én értem el. Hát igazából nem, nem is függ ezektől a, a dolgokat. Nem, hála Isten, de ez, 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 ez sors ajándék, tehát függhetnék éppen. De valahogy olyan ügyeseket léptem, meg mindig függetlenítettem magam anyagilag a szépirodalomtól. Ugye azt is mondta, hogy mostanában egy interjúban, hogy... Egyik, úgymond táborhoz sem tartozik, erről már beszéltünk, Igen. de az egyik az folyamatosan ilyen nyilakat lődöz önre. Igen úgy nagyjából sejtem, hogy melyik lehet ez, és, és, és nehéz a, ér, pedig. értetlenül is fogadta ezt, és én nekem benne lenne erre egy megfejtésem, hogyha megengedi, hogy pontosan az a múltbeli dolog, amit említett, tehát ez a polbít korszak, mert hogy ugye ott két irányban is lehetett, vagy lehet úgymond ellenségeket szerezni, vagy ellenézéseket kelteni. nyilván az akkori rendszer egy idő után ezt a fajta tőle független lázadást azt nem tolerálja. Ugyanakkor ezt úgy is lehet értelmezni, hogy, hogy ez egy olyan, hogy baloldali gyökerű lázadás volt, ami, ami a rendszert is bizonyos értelemben barról támadta, tehát nyilván a mai jobboldal számára ez, 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 ez épp olyan elfogadhatatlan, mint mondjuk az a rendszer. Jó. 15 éves voltam, mikor a Gerilő együttesbe beléptem, és 19 évesen elvittek katonának. Jön. Én egy gyerek voltam, most elmúltam 70, most felhánytorgatni, hogy mit csináltam középiskolásként? Ez elfogadható? Szerintem ebben a kérdésben benne van a válasz, tehát hogy. Hát akkor egy életművet azt, azt maga teljességében kell megítélni. Tehát nekem ez kicsit ugyanarra emlékeztet, mikor. Ön a nevét talán még nem hangzott el, ugye Spiro, Györgynek van ugye egy mondata még a 80-as évekből, ez a dult magyarokról, és amikor őt valamilyen érettségi Hát akkor legyünk precízek. Jönnek már megint a mély magyarok a szarból, itt a Spiro kollega igen. És, ő sokan, és igaza volt. Ő, igen, de azért azt gondolom, hogy a van egy olyan életműve, hogyha ez esetleg ez a mondat valakinél kiver egy biztosítékot, azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan, hát azért nem hiszem, hogy ez alapján kellene őt megítélnie. Hiszen de őt nem is macerálják már e mondat. Hát, miatt, amikor, valahogy hát egy olyan vita, amikor, amikor talán, hogy érettségi tétel volt, vagy ilyesmi, és é, akkor, igen. akkor én olvastam olyan cikkeket. de ő, ő most már áttörte volt. ezt a falat, tehát őt nem macerálják. Én valahogy ilyen egész évben vadászható vad maradtam, de ez jó. Ide lőjetek, fiatalok! A Kompország mai vendége, Dévényi István, újságíró, műsorvezető, a Magyar Hangunkatársa. Nyilvánvalóan érdemes azzal kezdeni, ami most így a legfrissebb, legaktuálisabb történés, ami, ami, ami veled kapcsolatos. Ez pedig az, hogy néhány hete ugye az ATV 5 című műsorának vagy a műsorvezetője, és Azért az, az első kérdésem, hogy mi van, figyeled a reakciókat erre, hogy te számítottál azokra az élénk, és sok esetben negatívnak is mondható kommentekre, a reakciókra, amik ezt a döntést kísérték? Persze. Semmi meglepetés nem volt ebben? Hát most tudunk mi olyat csinálni, ami ne lenne vagy ide vagy oda árulás, tehát hogy ez a középen, ha jó, nem vagyunk középen, meg középen nincs semmi, de hogy a, 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 vagy azt mondom, a középszerűség, szóval hogy a, a közép levés próbálásának a, a, legnagyobb hátulütője, nem, hogy akár mibe fogsz, akár mit csinálsz, akár mit gondolsz, mindig lesz egy ö, része a te olvasóidnak, követőidnek, ö, nézőidnek, aki azt nem fogja érteni, mert hát azért ugye az van, hogy nagyon elcsépelt ez a tábor lakos társadalomkép, de hát ez van. És, és, abban nem fér bele az, hogy, hogy te hétfőn még a, a NERT gyepülőd, mert már megint műveltek valami aljasságot, majd kedden, mit tudom, amelyik ellenzéki párt művel valami ostobaságot, és azt őket gyepülöd, és akkor nem értik, hogy hogy van az, hogy hétfőn még, izén, most meg már itt elára az izét. Hát ez, ez, természetes szerintem. De egyébként én ezt most így meg is értem ráadásul, tehát hogy most így nincs bennem semmilyen. Uh -huh. Mert, mert nekem sem volt könnyű ezt a döntést meghozni. Nyilván találkoztál ezzel a véleménnyel, ez, ezt sokan mondják, nyilván a kommentekben is elhangzik ez gyakran ügyelte leíródik, nem elhangzik. Szóval az, hogy az ATV-vel kapcsolatos olyan típusú fenntartás, hogy nyilván ez elsősorban az ATV tulajdonosának a bizonyos megnyilvánulásai generálják ezt, hogy, hogy hát igen, hogy ez egyfajta ilyen áll ellenzéki műsor, vagy televízió, nyilván akkor ez a műsornak is megvan ebben a, ebben a szerepe, tehát hogy egyfajta ilyen őfelsége, ellenzéke szerepet próbálja eljátszani, és ilyen ugye, akik ebben részt vesznek, valahol szintén a rendszernek a részei, még akkor is egyébként, hogyha kritikusak a kormány lépéseivel, intézkedéseivel szemben. Hát ez olyan szinten hangzik, hogy én szerintem én magam is írtam erről többször. <gül> <gül> Igen, van ez a vélemény is, és én is hajlok rá, vagy hajlottam rá, hogy most hajlok-e azt, majd most már nehezebb, ugye nem azért, Igen. mert most már lenne véleményem, hanem hogy De tehát, hogy annyira beszűkült az ellenzéki nyilvánosság, hogy, hogy nem nagyon maradt már, már hely megszólalni, meg, meg, meg jelen lenni, meg részt venni. És, és, és ezért ez egy, ez egy, teljesen jogos vita, hogy, hogy kell-e, szabad-e az ATV-ben ott lenni, megjelenni, részt venni pláne műsort vezetni. Most azt gondolom, hogy szabad, meg hogy lehet, meg hogy kell, mert hogy nem nagyon van már más. Tehát, hogy, hogy ez nagyon jó ez a, ez a büszke ellenzékiség és mondom, én magam is lelkes híve voltam. mert annyira nem lelkes, mondjuk, mert ahogy szűkült be az De. a nyilvánosság, az kevésbé lelkesítette az embert. Csak hogy tényleg nem maradt semmi. És ez mekkora az ellenfél, nem? Tehát, hogy azért a propaganda, a kormányzati nyilvánosság, brutális erejű. Hogy, hogy, akkor minden, semmivel nem részt venni, nem beszélni senkivel, mérűsz le ezzel, mérűsz le azzal, és ezt lehet csinálni sokáig még, csak az azt jelenti, hogy akkor én pont, hogy azt gondolom, hogy ezzel lehet aztán a végtelenség meghosszabbítani a NERD, bár szerintem a az magát is meghosszabbítja a végtelenség, ahogy, ahogy, most kinéz. Na, szóval, hogy ez most itt jó ilyen izé, kacifántos lett, de hogy, hogy igen, nekem is volt így az ATV-vel kapcsolatban olyan véleményem, hogy, 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 amikor valami érintkezik a kormányzattal a médián belül, és akkor, akkor, akkor az egy kicsit necces ez a dolog. Oké, okay, csak nincs más. Igen. És akkor most mi a fenét csinálsz? Tehát, hogy, hogy, hogy kiszállsz, mi nem, nem foglalkozok. Azt is meg lehet csinálni, az embernek szerintem ez van olyan reggel, amikor úgy, te is Persze, úgy nem jársz fel, nem, hogy, hogy na most aztán már végképp ilyen bedobni a törő között, csak vettem ilyen. Te is hány a újságíró? 32. Ezt éppen most beszélünk. Igen, igen, és számoltuk és, ki. És, és, és csak a pontot. Osza, ami, hát igen, ez egy... Én meg ugye 29. évet nyomom újságíróként, és és az a baj, hogy szeretem csinálni. Tehát, hogy ez egy, ez egy baromi jó hivatás azért, miközben már lehet vele szenvedni is sokat, de, de hogy azért ez egy hivatás hivatás, nem csak egy munka. És, és ha minden megszűnik alólunk, akkor, akkor mi van? Akkor, akkor jobb lett? Tehát, hogy akkor most, hú, de jó. Jó, hát egyébként ez a dilemmával is? De de ezt a dilemmát egyébként, amit, amit mondta itt az elején, és a, a, valóban nagyon sok ilyen komment volt, meg vélemény, azt én teljesen el tudom fogadni, hogy persze, hát ez külső szemmel aztán végképp miért ne nézhetne úgy ki, ahogy... Na, te egyébként ugye azt az álláspontot képviseled, és nagyjából előként én ezzel előként is tudok érteni, hogy hát igen, hogy párbeszédet mindenkivel meg kell próbálni, hogy párbeszédet folytassunk, leülni, de nincs azért egy határ, amit, amit érdemes meghúzni, mert hogy az nem biztos, hogy jó, hogyha nem abba a pozícióban vagytok. Tehát, hogyha mondjuk vitatkozol valakivel, hogy említettél is itt neveket, hogy te ki mindenkivel vitatkozol, és itt nem arról van szó, hogy, hogy más gondol valaki a világról, hiszen éppen attól lesz érdekes a vita, hogy, hogy más gondolunk a világról. Hanem, hogy, hogy azért van valaki, aki mégis csak azért újságíróként viselkedik, és azért gondolunk valamit arról, hogy egy újságíró tevékenységben mi, mi minden fér bele. És ott van a másik oldalon valaki, aki, hát mondjuk ki, hogy politikai aktivistaként viselkedik. Tehát, hogy a, a bármit mondasz neki, e, nem azon a terepen van, ahol te, hanem, hanem szinte mm -hmm. ilyen, ilyen, kihangosított pártközlemény megy folyamatosan. E, és ekközben persze pedig tőle meg is kapod azt, hogy te meg nem tudom én, jaj, mi függetlenül játszad itt el, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogy ez, ez, ennek, ennek van -e értelme? Tehát, és azért te próbálkozol ezzel, azt látom. Hát azért már nem annyira. Tehát egy időben próbálkoztam, igen, de, de valóban nincs értelme. Én egyébként ott húztam most már egy határvonalat, hogy, hogy uh, aki, akikhez, amelyik szerkesztőséghez ilyen személyes sérelmek, uh, hát majd azt mondtam, hogy kötnek, nem. Igen. Tehát akik, akik, belém rúgdostak aljas módon, vagy folyamatosan, oda nem, meg, az, meg, meg, azokkal a figurákkal nem. Uh, pff, mondjuk ennek pont a Jeszenszki Zsolt egy ilyen, ilyen ellen próbálja, de ott, ott, meg azon gondolkodtam, hogy, hogy végülis ugye a csat műsorban műsor az egy, az egy, ilyen szempontból egy független fórum, és akkor ott, ott, az más, de valamire, valamennyivel. És mondom, a második adásban ott, ott, azt nem is bántam meg, mert ott érdekeseket mondtak már a végén, mert annyira békülékeny volt a hangulat, hogy, hogy még azt is mondták, amit azért ritkán hallunk a kép, vagy a kormányzati nyilvánság képviselőtől, hogy, hogy hát igen, a Völner ügyben a Varga Judit személyes felelőssége azért mégiscsak megfontolandó. Na, csak ez nem tűnt fel senkinek, hogy mindenki azt látta, Igen. hogy miért nem mostál be nekik, miért nem csatakoltad fel velük a padlót, és miért nem aláztad meg őket, ott voltál szembe két propagandistával, itt volt az alkalom, hogy úgy legyőzd őket, hogy összeszarják magukat. Én ezt nem értem, de mi az, hogy úgy legyőzni. Igen. Ő, mi? Azt mondom nekik 53 szó, szóval, hogy te mocskos propagandista, az asztalra köpek vagy, tehát mit, mitől lesz nekem akkor igazam? Dehát nem lesz igazam. A, és ez meg egy olyan pillanat volt, amikor nekem igazam lett, mert ők is azt mondták. Csak ezzel érdekelt senki. Eddig azért ilyet nem mondott soha. Nem, nem nem szokták, Na nem szóval, nem hogy, szokták, hogy, nem. hogy hogy, én ott húzom meg, és mondjuk a pesti srácokhoz nem mennék, most már régebben elmentem még az r 56 hmm. kocsmába is ilyen beszélgetésnek álcázott közé gyomrozásra. Hudgergeje már nem ülnék össze, mert egyrészt már annyiszor voltunk, és már úgyse tudnánk sem újat mondani, más néz meg, nem gondolok túl jókat róla. És ez kölcsönös. És ez kölcsönös, valószínűleg bár fogalmam nincs, hogy mit gondol, és nem is nagyon érdekel. Hát azt látom, hogy én hogy jelenek meg az ő nyilvánosságokban, az nekem pont elég, hogy nagyjából kitaláljam, hogy, hogy mit gondolnak rólam. Meg hát van még néhány ilyen arc, meg műsor, nem tudom, ahol nem. De amikor van egy olyan lehetőség, hogy, hogy, mondjuk, mondjuk egy ilyen csat című műsorban megpróbálni vitázni, az, az még, még talán érdemes megpróbálni. Nem biztos, tehát lehet, hogy nincs igazam, erre szokták azt mondani, hogy a dévény a naív, áll, vagy hasznos hülye, pff, hát jó, csak hogyha meg minden felégetünk magunk mögött, akkor mi van? Mert ugye a választások, hogy egyszer megbukik, a NER, utána is lesz Fidesz, és utána is az ő kezükben lesz a háromnegyed ország, tehát ezzel nagyon hosszú ideig együtt kell majd élnünk, még ha valaha is ö, oszlásnak indul egyáltalán a ner tehát most gondoljuk el, hogy valamilyen csoda folytán győz a, mit tudom én, milyen ellenzék, csak az most nagyon nehéz hát igaz, hogy A Fidesz gyengülé, vagy a Fidesz bukását is nehéz elképzelni, és az ellenzéknek az erősödés se könnyű hát ezek az arcok ugyanott maradnak, a, a, teljes ágazatok vannak a kezükben, ha a Fidesz meg is bukna, akkor is mekkora, valószínűleg egy baromi erős ellenzéki párt lenne, ami a bukását követő egy másodpercen már úgy gyalulná az új kormányt, hogy öröm lenne nézni, a teljes nyilvánossággal, ami a kezében van. Akk például a közmédiát azt az ellenzék nem tudná visszavenni, ami nincs kétharmada úgymond. Vagy nem, 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 az, hogy visszavenni, na ez hülyeség volt, tessék, ez egy törölni. Fény. Tehát nem Fény. tudná az objektivitás, vagy a közszolgálat felé tolni. Igen. Egy, egy, egy mély, a normális viszonyokat helyreállítani nem tudnánk. Mert, tudnán mert, mert, a, 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 a média médiatörvény ez egy kétharmados törvény, és akkor a médiatörvényben az Tehát, van, csak ami, nem ami van. az ellenzék, de ez mondjuk már tényleg a most jelen pillanatban ez a science fiction kategória. Hát igen, 2011-ben, igen. hogy elmentél a, a, közmédiához, MTI digitális főszerkesztő vagy? Ja, nagy ember igen, Na most miért mentél oda egyrészt? és Ugye akkor itt meg kéne állni, másik ilyen fontos pont, ugye 2010, amikor ugye 8 év ellenzékiség után a Fidesz ugye nagy győzelmet aratott. Te ezt hogy élted meg, és mit vártál ettől? Figyelj, én nagyon örültem, én tényleg boldog voltam. És uh, nem csak magam miatt, vagy nem csak így, így magamban, hanem én akkor azt láttam és azt tapasztaltam, hogy hogy olyan ismerőseim, akik nemhogy a Fideszre Igen. nem szavaztak, csak soha nem is szavaztak. És álltak órákat sorba, még akár ilyen átjelentkezéssel Igen. is, hogy leadhassák a szavazatokat a Fideszre. Mert az volt a hangulat, hogy itt van ez a áporodott, Igen. ócska, tolvaj, büdös, már úgy büdös, hogy, hogy már a korba így belebüdösödött szoci banda, ezek tényleg tönkreteszik az országot, és itt vannak ezek az európai tűnő fiatal figurák, akik majd meghozzák azt, hogy végre Magyarország indult rendesen Európa felé. Tényleg ez volt, most már lehet, hogy hihetetlen, meg tudom, hogy most már mindenki úgy emlékszik, hogy ő már amikor életében először meglátt Orbán Viktor, akkor látta, hogy ennek a fejére van írva a diktatúra. Jó, oké, hát én nem így emlékszem. Hát én is hasonlóképpen értem ezt meg, és ö, valahogy én szóval ú, 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 úgy volt. éreztem, hogy, hogy előtt az a pillanat 2010-ben, hogy, hogy igazából ez a. Ez a, ez a, politika innentől kezdve talán nem is lesz úgy élethalál kérdés, hanem valahogy a normális mederbe fognak télen, menni az, a dolgok. És most hát már ez... olyan furcsa, hogy mint a szabadság szelleme is. Pont az ellenkezője szóra. történt így hosszú távon, már hát látjuk. Pont az az és mi volt az a pont, amikor te érezted, hogy itt valami nagyon nem stimmel? Gondolom ez már a közmédiában, a közmédiában, a közmédia működésében lehetett ezt érzékelni. Hát igen. Már nem, már egy kicsit már előtte is, mert ott a médiatörvénynek az elfogadása, ami egyébként a közmédiát abban a formájában kezdte, ahova én bekerültem, átformálni már ott is voltak azért így érdekes pillanatok, meg elgondolkodtató dolgok, de, de igen, a közmédiának a működése. Hogy, hogy, hát ez egy teljesen nagy ment világ, és, és ugye akkor fideszes tették, amikor én is, hát én magam is ugye a fideszesítésnek voltam ugye a része ilyen szempontból, jó káder voltál, akkor még úgy tekintettek rá. Hogy... Jó káder voltam, és engem azért, engem Belényesi Csaba azért hívott, aki egyébként tök korrektül lehetett együtt dolgozni, tehát hogy igazából rossz szóval nem lehet rá, mert nem is lesz. Hogy azért az a hívott fel, hogy figyelj, voltunk ezen a média hangeri konferencián, beszélgettünk éjszaka arról, hogy, milyen hogy milyennek hogy, hogy milyenne kéne lenni egy ilyen közszolgálati hírportálnak. Mert ugye én digitális médiával foglalkoztam, meg internettel. Megcsinálod? Hát mondom, meg. Mondom, hogy mit jelent? Hát az, hogy át, gyere át az MTS az főszerkesztőnek, és akkor meg kell csinálni ezt a izét. Ez egy vonzó ajánlat, kétség kívül. Ugye? Igen. Igen. Hát most ez Igen. ráadásul jó pénzzel jár együtt, mert hogy a közmédiában azért ott egész Hát nagyon jó fizetések voltak főnöki szinten, ez kétségtelen. De nem ez volt az alap, ez, ez már csak a, a, a cseresznye a koktél tetején, hanem az, hogy, hogy azt mondták, hogy itt most lehet csinálni egy tök jó közszolgálati hírportát. És a, még eleinte, még egyébként nagyjából lehetett is. És én azt hittem, hogy ez ilyen, ez a világ. Mármint, hogy, hogy a, ilyen szempontból buvarékban voltam, mert az, hogy, hogy ő, ahogy összevonták a szerkesztőségeket, meg, meg ahogy elindult a, a mai közmédiának a, a, kialakítása, abban én alig tapasztaltam valamit, mert nekünk az online ott, ott kellett ott izé és majdnem egy évig ilyen most, tök nagy szabadsággal dolgozhattunk, ahhoz képest, ami utána következett, és én azt hittem, hogy ez ilyen. Csak attán derült, hogy azért ilyen, mert nem volt ránk idő. Tehát, hogy annyira el voltak foglalva az, hogy TV, rádió, mert azok a nagy neló, Most azok, ezek a szerencsétlenek ott a híradó.hu-nál, ott mit izé pirickáznak, meg milyen cikkeket adnak, hát az, az. Aztán utána már volt ránk is idő. De az első, kicsit első regényedben azért mint hogyha erre so, sok utalás lenne, hogy akkor ez így hogy működött ez a rendszer. Egyébként van valami olyan, olyan nagy titok, amit, 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 te tudsz, és akkor még nem mondtál el így a nyilvánosságnak, hogy nem, ez a, ezért a, a a, nem tudom is, akkor mit mi történne. most mi az, hogy, az, hogy, hogy meg.gov.hu végződési címekről jöttek hasznos tanácsok, hogy mi legyen a híradóban. Na, ó, most komolyan el vagyunk ájúva. Tehát ilyen nagy leleplezések nem tudok szolgálni, mert most már látjuk, hogy hogy működik a közmédiát, most az, hogy rogánik beleszóltak a szerkesztésbe. jó Szóval, hogy... Megéreztetek azt mondani, hogy ó, de nyilván korábban is beleszóltak másoknak. Hát, más igen, voltam. az se volt róla. Tudom, mikor a fogalma nincs, de nem, nem tűnik úgy, hogy, hogy... fogalma nincs. Nem tudom, mennyire szóltak bele régen. Azt gyanítom, hogy annyira nem, mint annyira a... Annyira nem a, Fidesz, a helyzet is. De mind. nem tudom. Nekem ez az izé volt ilyen nagy, nagy sztori, a, a, amire szerintem senki nem emlékszik. Pedig ott indult el a, a médiának, vagy a közmédiának a nagyon durva a kézben tartása, úgymond. A Lomnici ügy. A, ki, a kiblőrözés. Ki, ki, a kiblőrözés, igen. ami ugye az volt, hogy Lomnici és... Püspök úr, Tőké, Tőkés, László. Tőkés László. tartottak egy ilyen közös sajtótájékoztatót is, a, a, a Lomnici, aki ugye nem annyira kedvelt figurája volt még akkor a Nernek, úgy meg, mint egy ufó, mert hogy ilyen így vibrált az arc, amikor ő benne volt a képben, vagy ugye ki volt birúrozve. igen, igen, igen. És hogy ez úgy történt, hogy a, a, hírigazgató, bár én nem voltam ott, de ez volt a folyosói információ plegyka, hogy a vág, egy idősebb vágó dolgozott az anyagon, és egy elment a gép mögött, irányzott a monitor, és pont Lomnici volt, és azt mondta, hogy én ezt az arcot itt nem akarom látni többet a közmédiában. Hát az, az idős vágó meg úgy döntött, hogy akkor ezt, ezt így szó szerint akkor mm. megoldja. Volt benne egy kis dac is egyébként, igen. meg egy kis ellenkezés, és hát ez lett a... És utána nagyon, nagyon tanulságos, mert egész éjszak az egész közmédia ezen pörgött, mert akkor még voltak következményei a igen. dolgoknak, és hát ebből azért ügy lett, hogy, hogy most ez mi az történt az a és egész éjszaka ezen mindenki telefonálgatott, meg sürgött, forgat, hogy, 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 mi kerüljön az archívumba. Az <laughs> egy, ez egy nagyon fontos kérdés. A, a, az UFO verzió, tehát ahol Londic feje ugye olyan, amilyen, vagy az eredeti, ahol nincs kiblőrözve. És ez egy ilyen nagy, komoly ilyen főnöki kizé volt, körbe telefonálgatás, hogy mi számít hamisításnak. Ha valakinek kiblőrözöd a fejét, vagy ha az archívumban azt fel... A blőrözés blőrözött ki, igen. Na, igen. Ez, ez egy ilyen nagy... Ilyen, ilyen, ilyen morális problémákkal foglalkozott akkor még a közmédia. A Kompország mai vendége Gundel Takács Gábor, Táncsics Mihály Díjas újságíró, műsorvezető. A közéleti szerepvállalás, az pontosan odáig megengedhető, ameddig nem teszi tönkre ezt a fajta dolgot. Tehát ameddig attól még meg tudják nézni a televíziós műsort, ami nem befolyásolja a nézőket. Nyilván azért is kérdezted, mert én éveken keresztül írtam a szemléleken elég sok cikket, és közéleti kérdésekben véleményt nyilvánítottam. És én erről azt gondolom, hogy a, ugye a, politika az eredendően ugye a közügyekkel való foglalkozás. Nem, nem a pártpolitika, hanem az, hogy foglalkozzunk a közös dolgainkkal. Mert ugye persze vannak pártok, de pártok jönnek, mennek. A társadalom mi vagyunk, és mi is maradunk, független attól, hogy ki a miniszterelnök, vagy ki van a ellenzékben. És azt gondolom, hogy hogy egy társadalom nem engedheti meg magának azt, hogy mindent rálőjtsön a politikusokra, hogy mi megválasztottunk titeket, mossuk kezeinket, de csináljátok írtó jól, mert négy év múlva nem választunk meg. És akkor kész. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem, ahogy mondjuk a a színháznak vagy a médiának szüksége van a jó kritikára, az építő kritikára, a politikának igenis szüksége lenne a társadalmi visszajelzésekre. Most nem menjünk abba, ez most az elmélet, Nem menjünk Igen, bele, hogy Igen. most tojik rá vagy nem tojik rá a politika, hogy mik a társadalmi visszajelzések, hogy mennyire reflektál arra, hogy mondjuk az egyik vagy a másik vagy a harmadik társadalmi rétegnek mik a problémája és az utcára megy vagy nem. Ezt, ezt most hagyjuk. De lényeg az, hogy szerintem szükség van egy gondolkozó, párbeszédeket folytató, a közös dolgainkat ö, ö, átbeszélő, értelmező ö, társadalomra. És azt gondolom, hogy ameddig a magamfajta ember, akinek van valamekkora hitelessége, ö, esetleg ezzel kapcsolatosan megosztja a gondolatait, az építő jellegű lehet. De szerintem ez nem kötelező. Tehát nem elvárható valakitől, aki egyébként ismert ember, hogy akkor viszont tessék állást foglalni a közös ügyeinkben. De ha valaki úgy érzi, hogy valamit ehhez hozzá tud tenni, hogy esetleg gondolatokat tud ébreszteni, akkor szerintem ez belefér. Addig, ameddig ez megmarad a társadalom szintjén, és nem csúszik át a, a pártpolitika szinten. Te el tudsz képzelni olyan történést, ami, ami, ami azt mondod, hogy. Hát, hogy igen, hogy az asztalra kell csapni. Most itt nemrég itt volt ebben a műsorban, ugye, nyilván az ő pozíció egészen más, ugye Csaba László közgazdász, aki ugye aláírt egy, most egy petíciót itt a, az oktatással kapcsolatban, tehát, hogy az a, az a, törvény, amit most a kormány tervez, és ami ellen erő erőteljes tiltakozások vannak. És akkor én kérdeztem tőle, hogy hát ő elég régi motoros már, hogy, hogy, hogy óta tapasztalatja azt, hogy mi az értelme egy ilyen, ilyen aláírásnak, azért általában nem szoktak rá a politikusok. És hát azt mondta, hogy hát van az a pont, amikor talán így gondolod, szó szerint, hogy sikítani kell, hogy teljesen mindegy, hogy van, ennek, van egy határ, amit jelezni kell. Tehát el tudsz képzelni olyat, amikor te azt mondod, hogy na most akkor itt, itt, itt azt arra kell csapni, és, és, nem számítanak az egyéb szempontok, tehát hogy erre mit fog, ki mit fog szólni, hanem akkor oda, kell állni. Hát nyilván ne következzen ez be, de például ilyen volt az a pillanat, amikor én úgy döntöttem, hogy föl, fölmondok a magyar televíziónál. Tudod? Mert én egyébként azt gondoltam, hogy, hogy, hogy látok problémákat, de nem nekem kéne innen elmenni. Hát én 1983 óta televíziós vagyok, biztos, hogy nekem kell elmenni a köztévéből? Nem azoknak, akiknek szerintem semmi keresni valójuk nincs ott. De eljön az a pont, ami már vállalhatatlan. És akkor azt mondja az ember, hogy hát akkor, akkor fölmondok. Akkor Volt eljön. egy olyan Volt. konkrét történés? Volt, ezt sokszor elmeséltem, de... mindegy, politikai alapon diszkrimináltak valakit egy vetélkedő műsorban, ami szerintem nem történhet meg. Mindegy. Elmondtam a főnökeimnek hogy szerintem ez nem jó számomra ez vállalhatatlan. Ők azt gondolták hogy ez hülyeség. Én meg azt gondoltam hogy én hogy én ezt nem tudom fölvállalni, nem tudom hozzá az arcomat adni még akkor sem hogyha ez nem az én döntésem volt de ha tovább csinálom akkor azt üzenem hogy ez lehet. Szerintem nem lehet. Megbeszéltük hogy van-e megoldás rá és is az lett a megoldás hogy én eljövök. Kész pont véget ért ez a, a történet. Ilyesmit lehet csinálni, igen. De egyébként sokkal inkább azt gondolom, hogy ugye minden társadalomban az a normális, amit a többség csinál, ahogy a többség viselkedik, ugye? Ha a metróállomáson szemét van, akkor én is eldobom a jegyemet, amikor leszálltam, vagy mit tudom én csodámat, mert úgy is van. De ha tiszta a metróállomás, akkor nem dobom el a jegyemet, ugye? Engem beengedtek a sorba, a dugóba, én is beengedek valakit. De ha engem se engedtek be, akkor én se engedek be, mert engem sengedtek se be, úgy kell befurakodnom. Na most igazából én azt gondolom, hogy például a politikának kéne példát mutatni. Csak amit te is mondtál, hogy amíg a parlamentben úgy viselkednek időnként az emberek, és úgy beszélnek egymással, ahogy, akkor ne, nekem mindig egy gyerek haza megy, azt látja, azt mondja, apa, ha mi így viselkedünk órán, akkor mindenkinek behivatják a szüleit. Hát nonszenz A gyerekeink milyen példát látnak? És azt gondolom, hogy azok, akik a, a közéletben részt vesznek, akik a közbeszédben részt vesznek, alapvetően azoknak kéne példát mutatni. És ez nem csak a parlamentre vonatkozik, hanem a médiára is vonatkozik. A médiában a megszólalás módjára is vonatkozik. És ha az emberek azt látják, hogy, hogy kultúráltan beszélget, akkor ők is kultúráltan fognak beszélgetni egymással tudom, ez álmodozás, meg idealizmus, de ez azért így van. Tehát hatunk egymásra azzal, hogy hogy beszélünk. Ha bekerülsz egy társaságba, ahol mindenki káromkodik, akkor neked is kicsúszik. De ha nem, ha azt teszed észre, hogy ezek milyen szógazdag módon fogalmaznak, akkor te is odafigyelsz arra, hogy hogy fogalmazol, hogy milyen szavakat használsz. Tehát tudunk egymásra hatni. Meg kéne is. Igen, én is azt gondolom, hogy ha Független attól, hogy mit tapasztalunk a közéletben, az attól, még ha nem is biztos, hogy amit, amit teszünk, az azonnal valami hatást elér, de azt, hogy felmutatni, hogy mégiscsak, legalábbis mit gondolunk arról, hogy mi a normális, mi a helyes, azt szerintem az mindenkorban, minden minden, korban, minden pillanatban hasznos dolog. Tehát, hogy hát, hát igen. már csak a saját lelkiismeret megnyugtatása véget is. Csak had, had, hadd mondjam, hogy, hogy miközben ugye ezekről a problémákról beszélünk, egy picit hadd mentsem föl magunkat a tekintetben, nem megengedően, de azért azt szögezzük le, hogy mi ebben a társadalomban 30 éve tanuljuk ezt az egészet. Mert ugye előtte, amibe, ami előtte volt a szocializmus, Sőt. amiben én fölnőttem, ott ez, ez nem volt kérdés, mert nem volt közbeszéd. Igen. Ott diktátum volt, és kész. Tehát. Miközben mi hasonlítjuk magunkat a nyugat-európai társadalmakhoz, hogy bezzegők így, meg úgy, meg amúgy. Igen, van, amit el kell tőlük tanulni, van, amit szerintem nem kéne eltanulni. De azért alapvetően mi mégiscsak tanuljuk a saját rendszerünket, a saját demokráciánkat, a saját közbeszédünket, egy csomó mindent. És ez egy nyilván, ez egy ilyen nehéz tanulási folyamat valószínűleg nem lesz sose vége, csak talán egy picit mindig javulni fog a szint, hogyha ha beszélünk róla legalább, és fölhívjuk rá a figyelmet, hogy hát nem biztos, hogy így kéne. A Kompország mai vendége Stumpf András, újságíró, publicista, politikai elemző, a Válasz online munkatársa. azt hiszem, hogy azok közé az újságírók közé tartozol, akik időnként önmaguk is ugye, hírré válnak. Tehát, hogy hogy, 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 valahogy úgy, nem azt mondom, hogy for körülöttük a levegő, ez talán, talán túlzás, meg nem is pontos megállapítás, de hogy, de hogy, de hogy hírekben is szerepelnek, most a legutóbbi, amiről már külön is beszélünk, itt most úgy általában kérdezni kell rá, ez a bizonyos meg el nem készült Novák Katalin interjú a Válasz online valami ami végül is a Kifogás az volt, hogy az oka az, nyilvános és kiderült, hogy az, az, az te voltál, mert a köztasági elnök azt, hogy Novák Katalin mással szerette volna ezt az interjút felvenni nem Stumfandrással. Minek köszönhető ez, vagy egyáltalán jól látom én ezt, hogy, 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 hogy időnként úgy hírét tudsz válni, tehát, hogy a személyiségedből fakad ez. Nem tudom, ez tök jó kérdés, ezt még nem kaptam meg. Um. Azt tudom, hogy mi például abban a cikkben, amelyben beszámoltunk arról, Igen. Hogy miért nem jött létre az a Novák Katalin interjú, amelyet most éppen olvasnia kellene a kedves Igen. olvasónak, és annak a helyén egy ilyen beszámoló volt. Abban nem említettünk engem név szerint, tehát hogy ezt úgy is, úgy is írtuk meg, hogy hogy igazából teljesen mindegy, a sztori a lényeg, az a lényeg, hogy az az eljárás, hogy, hogy valakik egyszer csak miután le van egyeztetve egy interjú, azt mondják két nappal előtt, hogy jó, jó, de a két újságíró közül az egyiket nekiügyétek, mert őt annyira nem szeretjük. És hogy erre mit reagál egy szerkesztőség, hagyja -e magát befolyásolni külső tényezők által, és, a, és hagyja el, hogy szétrobbantgassák olyan kis előnyökért, hogy mondjuk na így kaphatsz köztársasági elnöki interjút, és az milyen jó presztízs neked, kedves szerkesztőség, csak, csak azt a csávót ne, inkább egy másikat, bármelyik másikat Belemegy egy közösség ebbe, vagy pedig azt mondja, hogy hát figyeljük, ez nem a te kompetenciád, vagy nem az önök kompetenciája, úgyhogy ebbe nem megyünk bele, és inkább akkor nem kérjük az interjút. A válaszolnánál így döntöttünk, de nem az volt a lényeg, hogy, hogy én vagy nem én, mondom, bele se írtuk a nevemet. Igen, Tehát, hogy igen. ez aztán persze nyilván elindulnak ilyenkor a kérdések, persze hát én is megkérdezem, hogyha másnál történne más szerkesztőségben ez, hogy oké, de ki volt az. Ilyenkor már teljesen fölösleges tagadni azt, vagy, vagy nem, 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 nem ez a fontos, azért nem erről írtunk mi, de természetesen semmit tagadni való nincs benne, tehát akkor már rákérdeznek, akkor nem fogunk hazudozni, meg ködösíteni, akkor megmondjuk, hogy igen, az én voltam. De hogy uh, itt ezért lett hír aztán máshol, más lapokban konkrétan abból, hogy, hogy velem nem akart elnök asszony találkozni. Meg volt még egy-két olyan dolog, ami néha tényleg fordultam úgy a nyilvánossághoz, amiből tudtam, hogy, mm. hogy, hogy, lesz hír. Ez olyan esetekben volt, amikor a amikor úgy éreztem, hogy az egyetlen olyan újságörő erényt, ami, ami nélkül nem lehet működni újságíróként, akkor még így, most ma is így képzelem, látszik, hogy újságírókon nem is lehet uh, anélkül működni, de hát vannak, akik úgy tudnak tenni, mintha újságírók lennének pedig nem figyelnek rá, ez pedig a hitelesség. Tehát amikor a hitelességemet próbálták kikezdeni, akárhonnan egyébként teljesen mindegy, hogy, hogy honnan érte, ilyen típusú uh, nem feltétlenül támadás, akár csak bujutaság, olyasmi, ami olyan látszatot keltett, mint hogyha mint hogyha konkrétan mondjuk hazudott rólam valaki, olyat, ami az újságíró hitelességemet megkérdőjelezi a közvilág számára, akkor azt, azt mindig igyekeztem helyre tenni. És ez nem érdekes lesz. ezeket néha elengedni? Tehát, hogy nyilván, van szintű ne, támadás... meg, ez nem, ez nem kommentekre vonatkozik, ez arra vonatkozik. Nem, hogyha, mi erre gondoltam. Hogyha, nem tudom, főszerkesztői szinten, vagy valami nem ilyesmi, tehát, hogy van mondjuk egy nagy konfliktus, és akkor nyilatkoznak rólam főszerkesztők, mások, stb., akkor ott ilyen helyzetekben, ilyen, ilyen határhelyzetekben, de ezek nagyon ritkák, tíz évente egyszer fordulnak elő. És akkor nem is keresel ilyen helyzeteket? Tehát... Egy, sőt, sőt, nem megyek be olyan műsorokba, tehát ez egy nagyon tudatos döntésem. Azt hiszem, hogy már a válasz online megalapítása, kell. ugye 18-ban alapítottuk Igen. a válasz online -t azóta biztos, de már szerintem azt megelőző években is nagyon odafigyeltem rá, hogy ami korábban nem volt jellemző bohó 20 éveimben, hogy ugye hívtak, megyek, vitázzunk. Egy idő után azt láttam, hogy például az ilyen partalan vita amikor arról van szó, hogy ki mond nagyobbat, meg ki a hangosabb, meg e -félék. tehát hogy ki tudja a saját egóját jobban rányomni a másikra, annak szerintem, tehát az az, hogy azt már egyrészt nem élvezem, másrészt nem látom értelmét. Tehát, hogy az a az a közeg, amelyben szerettek mozogni, amelyet szeretek kiszolgálni újságíróként, aminek szeretek írni, az éppen az a az intelligens, olvasni képes, teljesen mindegy, hogy honnan érkezett, de érdeklődő, elmélyülésre is hajlamosabb olvasótábor közeg, é, köztük érzem jól magam. És az ilyen kiabáló, jaszkarizó, ego bajnokok között meg nem érzem annyira jól magam ezért én már el sem ezeket. Szóval nem, az, az abszolút nem cél nekem, hogy, mm. hogy én legyek a, a címlapon, meg dolg. E dolgok. Hogyha van a sztorinak, az engem érintő sztorinak olyan része, amely szerintem a köz, közérdeklődésre tart számot, mert elmond valamit az országról, elmond valamit annak működéséről, intézményeiről, stb., mint például az a Novák ügy, akkor az ügyet magát természetesen meg kell írni, de, nem, ilyen, ilyenfajta ilyen, ilyen címlaplány nincsen. Egyébként az interjú készítésnél a, a... Nyilván te azok közé tartozol, akik, 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 azt tartják, azt mondják, és itt most nem a kommentelőkről beszélek, hanem mondjuk akár egy szakmai körökben, hogy igen, mindenkinek úgy, hát ez csúnya szó, ez nem magyarul van, de ezt szokták mondani, bekérdez, és, és ugye ez helyes, bizonyos a, nincs ilyen rossz értelemben vett tekintély, tisztelt, azt gondolom, hogy erre ebben a szakmában nincs is szükség. De azt szoktad érzékeni, vagy, vagy érzed, már úgy, hogy esetleg túlléptél ezen? Tehát valam, valamikor külső szemlélő figyeli figyelj egy interjúhelyzetet. Egyébként nem csak interjúhelyzetben van ez, mondjuk akár egy sajtótájékoztatón is. Amikor amikor azt érzi az ember, hogy hogy, hogy talán már ez ilyen kötözködés jellegű. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt képes vagy felismerni, hogy mi az a pont, amikor azt kell mondani, hogy oké, ezt már el kell engedni, ebből a témából többet már nem lehet kihozni. Abszolút. Tehát, hogy nagyon egyszerű egyébként. Tényleg nem atomfizika, az újságírás, meg az interjúkészítés. Van egy szabály, készülj föl. Tehát, sosem hat kötözködésnek, hiszen nem az, hogyha megfogalmazol egy prekoncepciót, és azzal szembesíted az interjú alanyodat. Nagyon fog neki örülni két dolog miatt. Egyrészt mindenki hiú. Ha azt tapasztalja valaki, hogy hosszú órákat töltöttél azzal, hogy belőle fölkészülj, és az ő múltját megismerd, jól fog neki Már is nem kötözködésnek fog tűnni, még akkor sem, hogyha elhozol dolgokat, amelyek ellentmondásban vannak egymásra, vagy látszólagos számodra. Ha meg tudod szindokolni, hogy miért, miért gondolod ellentmondásnak, miért látod ellentmondásnak, amit ő mondott tegnap előtt, meg tegnap, hogy mi benne az ellentmondás, miért nem fér össze, és szembesíted vele, az nem kötözködés, hanem érdeklődés. Még akkor is, hogyha nyilván kellemetlen lehet a helyzet, hogyha nem tudja megmagyarázni. De, de a kölcsönös tisztelet az megmarad. A kötözködés az az, amikor nem készülsz föl, hmm. amikor amikor magadat akarod előtérbe tolni, és arról szól, hogy én milyen én mennyire jaszkari gyerek vagyok, és azt mondom neked, mert én megmerem csinálni, én milyen bátor vagyok. Az nem újságírás. Az interjú, az az interjú alanyról szól, nem pedig az interjú készítőjéről. Elkövettem egyébként hibákat ebben hosszú pályafutásom során. Most már húsz év lassan, sem <laughs> nagyon durva. Voltak, voltak olyan interjúk, amelyek nagyon mellé mentek, pont akkor, amikor, amikor, és ezért fontos, hogy az ember próbálja valahogy lelkileg is valamennyire stabilan tartani magát, amikor meg, meg az ember bizony magánéleti ügyek miatt itt a akkor hogy az, azt nem szabad a munkába Ezen. beengedni. Van, hogy lehetetlen, vagy legalábbis én volt, hogy nem tudtam ezt, nem tudtam olyan erős maradni, hogy, hogy, hogy teljesen jól az újságíró szerepben maradjak, mert valami olyasmire volt szükségem, hogy az ego, hogy bizonyítani, hogy mennyire jó vagyok, mennyire bekérdezős tudok lenni. Mm. Nagyon régen volt már, de ki volt de, az, azt megmondod? De nagyon rossz alanyokkal sikerült. Igen, van, van kettő olyan, aki, akire nem, hogy nem vagyok büszke, hanem ez tényleg így. Most is biztos belepirosodtam, ahogy rá gondolom. de tényleg, tehát hogy van, van kettő ilyen. Azért megnyugtatom a, a kedves nézőt, hogy sok-sok száz vagy talán ezer Igen. interjút csináltam, tehát hogy nem nagy, az, az arány, amire nem, nem vagyok büszke de Presser Gábor és Földes Hobó László. Ők, ők ketten voltak, ahol, ahol nem voltam a szerepemben, abszolút úgy, úgy kötözködtem tényleg, hogy a, legyen olyan jó stumfos, bekérdezős az interjú, valójában ez volt a motiváció mögötte, nem pedig az érdeklődés, az őszinte érdeklődés a másik iránt, hanem a... Hanem a, ez nem feltétlenül baj, hogyha nem, nem túlzás. Tehát az, hogy maga az írás mi legyen érdekes, ez nem ilyen tiszteletkör az interjú, az, az se jó, hogyha arról szól. Az írás érdekesnek kell lennie, izgalmasnak kell lennie, kell, hogy legyen benne valami, olyan, valami máshol, még nem jött le, valami exkluzív. Ez mind-mind cél valóban, de amikor csak ez válik célé, célá, csak, ez, a, amivel foglalkozik már az újságíró, az, az, már nem jó. És náluk, a Presser Gábortól ezért, ezért, egyébként elnézést is kértem, meg róla írtam egy olyan koncertkritikát, egy régebbi koncertíró az elsős arénásról, ami, hát nagyon nap földbe döngöltem azt a koncertet, amivel önmagában még nem lett volna baj, mert lehet ez a véleményem, de elfelejtettem hozzátenni mondjuk azt, hogy a legnagyobb dalszerzőink egyikéről van szó. Tehát, hogy lehet, hogy ez nem volt az, az előadás annyira frankó, szerintem. Na de hát. Úris, ez a tisztelet nem volt meg, úristen, ami, ami, ami de micsoda egy életmű Igen. van itt, Igen. azt, azt elfelejtettem hozzátenni. Az interjúban is fölöslegesen kekeckedtem, és ott valamikor tavaly azt volt nyílt módon arra, hogy, hogy azt mondjam neki, hogy sorry, Tehát, hogy ez, ez, ez nem, neki nem mondtam így személyesen, hogy szóri jó fej volt, mert úgy engedte lejönni az interjút, nem telefonált a lapvezetésnek, Igen. hogy ez lenne jöjjön, de nyilván utána már nem akart többet adni, amit egyrészt megértek, másrészt azért is kicsit szomorú, mert a leges-legelső interjúmat szerintem belekészítettem, ami megjelent a, a heti válaszban valaha, akkor még a kultúrovadban gyakornokként, abban az egy hónapos gyakornok kézében. De mindegy, hát vannak ilyen dolgok, a lényeg az, hogy azóta igyekszem nem elkövetni ezt a hibát, és azóta azt nem is követtem el, amióta ez a kettő.